Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Fero vagyok, és ebben a videóban az API World Mirror nevű alkalmazást szeretném nektek bemutatni. Nemrégiben megkeresett engem a készítője, az API World Soft, hogy szeretnék, hogyha bemutatnám nektek ezt videóban. Én már használom egy ideje, ugye kipróbáltam, és szerintem tök jól működik, hasznos funkciónkkal rendelkezik, úgyhogy elkészítettem nektek ezt a videót. Ez egyébként, ez az alkalmazás az API World Mirror arra való, hogy a telefonotoknak a kijelzőjét ki tudjátok küldeni számítógépre, valamint a számítógép kijelzőjét is át tudjátok tükrözni telefonra, szóval ilyen hasznos funkciókkal rendelkezik, és így nézzük is az intro után, hogy mik is vannak benne, miket tud az alkalmazás. Ahhoz, hogy használhatok, vagy tudjátok ezt így venni, nem kell más tenetek, mint hogy felmentek a honlapjukra, és onnan letöltitek ugye a telepítőfájlt, kompatibilis Windows-szal, valamint Mac-kel is, szóval nem csak Androidon, hanem iOS-en és iPhone-okon is lehet használni ezt az API World Mirror-t. Androidon egyébként a követelmény az minimum 5.0, valamint támogatnia kell a telefonotoknak a Chromecast lehetőségét, és iPhone-on pedig, hogyha jól tudom, ilyen AirPlay funkcióval kell rendelkezni a készüléketeknek, de ezt az iOS-esek biztos jobban tudják nálam. És hogyha ezzel megvagytok, akkor még a telefonra is le kell töltenetek a hozzávaló alkalmazást, természetesen minden link itt van a leírásban, onnan le tudjátok ezt itt tölteni. Miután letöltöttétek, feltelepítettétek az API World Mirror alkalmazást telefonra, számítógépre, nincs más dolgotok, mint hogy esetleg egy ilyen kisebb alapbeállításokat elvégezzetek. Hogyha bementek az API World Mirror alkalmazásba a telefonon, akkor ott látjátok, hogy van itt többfajta opció, de egyébként nekünk a settingsre lesz szükségünk, és itt többfajta funkció van, például, hogy automatikusan frissítsen, és itt lehet beállítani Androidnál a képernyőnek a felbontását, tehát, hogy milyen felbontású képet küldjön ki számítógépre a telefonunk, például 540p, 720p és 1080p, valamint a Mirror Definition-nek itt alul, hogyha húzgáljátok ezt a csúszkáját, akkor be tudjátok azt állítani, hogy lényegében hát ez a bitráta, bitrate lenne, szóval ezt, hogyha lentebb eszitek, akkor sokkal stabilabb képet fog ez így eredményezni, de ez azt, az lesz a negatívuma, hogy nem biztos, hogy olyan szép lesz, hajlamos arra, hogy egy picit így szétcsúszik a kép, de hogyha mondjuk így nagyon akadozik, akkor ezzel tényleg így játszatok. Én nekem egyébként az vált be, hogy a Mirroring Resolution-t azt 720p-re raktam, és ilyen HD körülre levettem ezt az egészet, így egész szép képet tudok kitükrözni számítógépre. Az iOS-esek pedig az API World Mirror-nak az alkalmazásában Mac-en tudják ezt beállítani, hogy milyen felbontásban szeretnék látni a kijelzőt, vagyis hogy mekkorát tükrözzön ki a telefon gépre. Hogyha már így a gépes alkalmazásnál tartunk, ott is többfajta beállítási lehetőségeket kapunk, például be tudjuk azt állítani, hogyha bekapcsoljátok a számítógépet, akkor alapból elindul maga az API World Mirror alkalmazás, valamint vannak ilyen többfajta feldolgozási rendszerek, itt nekem az OpenGL vált be a legjobban, de ezt így próbálgassátok ki, hogy kinek melyik lesz a legjobb, legsmoothabb, valamint van még a lehetőségünk is, hogyha rögzítünk az alkalmazás segítségével, akkor hogy ott például milyen formátummal szeretnénk menteni, valamint hogy milyen legyen például a minőség is. Most, hogy így nagyjából végigmentünk a beállításokon, el kell döntenünk azt, hogy végül is USB-n vagy Wi-Fi-n keresztül szeretnénk csatlakozni. Én azt mondom, hogy igazából a Wi-Fi is teljesen jól működik. Tényleg az a lényeg, hogy a számítógép, valamint a telefonotok ugyanazon a Wi-Fi hálózaton legyen, és akkor onnantól kezdve, hogyha elindítjátok az API World Mirror alkalmazást a telefonon, akkor egy picit ott gondolkodni fog, megtalálja a Wi-Fi-teket, és már rá is tudtok csatlakozni. Én azt mondom, hogy tényleg nagyon bajlódjatok mondjuk így az USB-vel, lehet vele esetleg egy kicsit így kísérletezni, de Androidon ott be kell kapcsolni először a fejlesztői beállításokat és az USB hibakereső opciót is külön be kell kapcsolni, szóval ott egy picit matarásabb az USB-s lehetőség, de én a Wi-Fi-ssel is tökéletesen meg vagyok elégedve, mondom, én nem vettem észre különbséget, de gondoljátok, kísérletezzetek vele. Szóval miután rákattintunk középen arra, hogy ugye szeretnénk tükrözni, nem lesz más dolgunk, mint hogy várunk egy picit, ott a Wi-Fi meg fog jelenni, rákattintunk, és el tudjuk azt dönteni, hogy akkor így a telefonunk kijelzőjét szeretnénk kiküldeni gépre, vagy esetleg a gépnek a kijelzőjét küldjük ki telefonra, és ennyi. Utána egy pár pillanaton belül meg fog jelenni a számítógépen a telefonnak a kijelzője. Lényegében ezek után lesz az, hogy így a beállításokkal el lehet kezdeni játszadozni egy picikét, szóval, hogyha így erős a telefonotok, akkor valószínűleg bírni fogja az erősebb opciókat is, meg hogyha erős a Wi-Fi-tek is, akkor ugye természetesen úgy szebb képet fogtok kapni. Maga az alkalmazás egyébként az ingyenes próba verzióban is támogatja tényleg ezt a telefontükrözést, annyi, hogy
kapunk egy ilyen kis iPad Mirror logót oda alulra, de úgy vettem észre, hogy semmilyen korlátozás nincs benne, szóval ezt ugye végtelenségig tudjuk használni. Nem tudjuk kirakni teljes képernyős üzemmódba, ez már ugye a fizetős prémium akkuntokhoz van kötve, de ettől eltekintve tényleg mondom, így is tök jól lehet használni, de hogyha valaki megvásárolná, akkor több funkcióhoz természetesen hozzá fog férni. Olyan prémium funkciók vannak benne, mint hogy az előbb mondtam, hogy nem tudjátok kirakni teljes képernyőre, de hogyha fizettek érte, akkor teljes képernyőn meg tudjátok jeleníteni a telefonotok kijelzőjét számítógépen, eltűnik belőle a kis vízjelecske, valamint ami még érdekes lehet, és egy egész jó kis funkció benne, az pedig nem más, mint hogy egeret és billentyűzetet tudtok használni mobiltelefonhoz, szóval így ezzel a képernyő tükrözéssel tudjátok irányítani például a játékokat. Én ezt a mobil PUBG-nél próbáltam ki, ki lehet rakni a VHD-re az irányító joystickot, valamint minden gombhoz hozzá lehet rendelni például ugye a guggolást, a lövést, és így az egérre lehet így forgolódni, de az egyébként csak úgy működik, hogyha lenyomva tartjátok, szóval nem úgy, mintha simán játszanátok mondjuk gépen. Ja, szóval így hosszan kattintottok, és akkor úgy tudtok forgolódni, de egyébként marha jól működött, érdemes tényleg így a beállításokkal eljátszadozni, kinek hogy fekszik így az egér billentyűzet, de ja, szerintem ez tök hasznos kis funkció, egyedül annyi, hogy mikor legelőször szeretnétek használni, akkor mindenképpen az USB-s módszerrel kell hozzácsatlakozni a számítógéphez, és utána már le lehet róla húzni, és hát lehetne használni ugyanúgy Wi-Fi-n keresztül ezt az egér billentyűzetet, de én úgy vettem észre, hogy akkor ez így nem tökéletes, nem érzékelte olyan jól a VHD-t, amivel ugye megyünk előre, hátra, jobbra, balra, de USB-n keresztül tökre ilyen számítógépes feelingem volt, szóval ez tök hasznos funkció. Nem csak mobil PUBG-nél jó, hanem PUBG-nál, hanem más játékhoz is be tudjátok mindennél lényegében a különböző képernyő megjelenő gombokat. A VIP funkciókhoz tartozik egyébként meg az is, hogy korlátlan mennyiségben tudtok rögzíteni felvételt így számítógépre, szóval, hogyha így játszotok, vagy esetleg tényleg így lépkedtek így a menüben, akkor azt itt tudjátok rögzíteni a számítógépre, és ott ugye megkaptuk egy ilyen fájlt, amit utána tudtok például szerkeszteni is. Elég sokat beszéltem már így a prémium funkciókról, csak magáról az árról nem ejtettem még szót. Többfajta konstrukcióban meg tudjátok vásárolni az iPad Mirror-ot, lehet olyat csinálni, hogy havi szinten fizettek érte, így egy ilyen 13 euróba kerül, ez körülbelül egy olyan 4-5 ezer forintnak felel meg, lehet vásárolni éves licenszet, ez most így 30 euróba kerül, valamint akár 70 euróért is vásárolhatok örök életre szóló licenszet, így pedig utána soha többé nem kell fizetnetek, és örökké tudjátok használni. Igazából szerintem, hogyha ki akarjátok próbálni, érdemes befizetni mondjuk egy ilyen havira, és hogyha tetszik nektek, tetszenek a prémium funkciók, akkor utána érdemes mondjuk elgondolkodni, hogy vagy havi, vagy hát, ja, ami nektek tetszik, de igazából szerintem nincs annyira túlárazva, és nagyon hozzá hasonló alkalmazás sem igazán lehet így találni, csak ugyanígy ilyen fizetős konstrukcióban. Az androidos alkalmazásban egyébként még bele van építve egy másik alkalmazás is, méghozzá, hogyha itt megnézitek, alul itt van az, hogy more, itt a harmadik ikon, és hogyha rámentek arra, hogy file transfer, akkor ott van az, hogy nyissátok meg a webermore.com címet számítok, gépen, és itt tényleg bele van építve ebbe az AirMore alkalmazás is, szóval 2-1-ben kapunk, hogyha ezt letöltitek, telepítitek, akkor nem csak tükrözni tudtok, hanem fájlokat nézni, másolni, így számítógépen. Szóval így látjátok a telefonotok tárhelyét számítógépen, tudtok nézni onnan képeket, látjátok a névjegyzékeket, SMS-eket, valamint ide-oda tudtok másolgatni, szóval vagy számítógépre másoltok egy képet, videót, vagy bármit, vagy számítógépről rámásoltok ide, Wi-Fi-n keresztül, szóval ez egy nagy piros pont szerintem. A számítógépes alkalmazásban be tudjuk kapcsolni azt, hogy megjelennek különböző értesítések számítógépen, szóval, hogyha a telefonunkra jön egy SMS, kapunk hívást, vagy e-mailt kapunk, akkor ott alul számítógépen felfogjon egy ilyen kis ablakocska, azt ott el tudjátok olvasni, valamint olyat is tudtok, hogy így SMS-t mondjuk billentyűzet segítségével írtok. Szerintem egy tök jó alkalmazással van itt dolgunk, nekem nagyon bejött, nagyon tetszik, nem csak arra való tényleg, hogy kiküldjük a telefonunknak, aki ez
kijelzőjét, nem csak az SSH funkció van benne, hanem ugye bele van építve ez az RMOR lehetőség, szóval, hogy fájlokat tudunk ide-oda küldözgetni, akkor például jönnek értesítések mondjuk számítógépre, hogyha a telefonunk félre van rakva, akkor azt is látjuk, valamint tudunk akár billentyűzetet, egeret használni különböző játékokban. Szerintem megéri az árát, még hogyha esetleg így kipróbálnátok, akkor is az egy havi összeg nem egy ilyen hű, de nagy pénz, legalábbis szerintem. Hogyha tetszenek nektek ezek a funkciók, akkor tényleg tök jó az alkalmazás, és azon gondolkodtam még, hogy nem nagyon van hozzá hasonló alternatíva, szóval vannak ugyan ilyesmik, de ilyen svájci bicska jellegűek nem igazán, szóval szerintem ez tök jól sikerült, és hogyha még esetleg csak az ingyenes verzióját töltitek le, még úgy is tudtok így az OBS-et trükközni, és live-odásokat például csinálni. Ha szeretnétek erről látni a tutorial videót, akkor azt írjátok le, és akkor így pár napon belül ezt így elkészítem. Valamint, ha tetszett nektek a videóm, akkor dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel esetleg a csatornámra, osszátok meg ismerősétekkel, és írjátok le kommentbe, hogy tényleg nektek tetszik ez az AI-ból Mirror. Én Feri voltam, és mint mindig találkozunk legközelebb. Sziasztok! Yeah, sure.